Szóval, a kukától eltekintve szép képet kaphatunk az ingatlanról, szóval itt lakunk, és ezt a szobát, illetve azt a szobát használjuk normális környéken. Na, akkor mutassuk körbe az ingatlant. Íme a bejárati ajtó. Sajnos a velünk lakó úriember elég erősen bagózik, éppen ezért meglehetősen bügyös van bent bagószag, illetve ez a cigarettázós szag. Szóval belépve az ajtón, egy nappalival lettünk gazdagabbak. Ezek után pedig jön a teljes komplett belső rész. Konyha. Hát nem tudom, mennyire látható, azért a cuccok nem a legújabbak, de nem is a legrégebbiek. A beépített szekrény az a régebbinek tűnik. Arany csak látszólagos egyébként. Ne nézzünk ki egy kicsit az udvarra. Na most egész kellemes idő van. Szóval általában az emberek figyelni szoktak itt a hátsó kertjét, vannak olyanok, akik teljes egészében kialakítás nélkül hagyják, tehát úgy, ahogy van, az egész csak kő meg kopárság. Itt legalább van egy pár cucc, elérett talán valamilyen bogyó, itt lepotyogott, egy kicsit rosszabb állapotban van a grillező, de az nem, különösebben nem oszt, nem szoroz. Pár növény kicsit nehezebben bírja, azt hiszem az például egy leander nehezebben bírja a dolgokat. Hát ugye ezért nem szép így hagyni egy házat, de hát ki hogy szereti. Ott a tudom, medence, meglehetősen mély a medence egyébként, ugró deszkával. És hát tudom, hogy a kis LCD-n keresztül elég nehéz észrevenni, hogy mi milyen mély, de talán itt látszik azért a mélysége, ha ráfókuszálok. Hát ez az udvar. Ez még egy viszonylag nagyobb udvar itt a környéken. Általában pici-kicsi udvarok szoktak járni a házakhoz. Menjünk hát vissza, és menjünk fel az emeletre. Lesz olyan rész, amit nem tudok megmutatni természetesen, mert oda csak nem szeretnénk menni, ahol a házigazda van, illetve nem is az, hogy nem szeretnénk, de igazából nem megyünk. Tehát most az ilyen apróságokat, mint amik a mosókonyha, meg ilyenek kihagyjuk. Följövünk az emeletre. Egy ilyen kis emeleti előszobánk van, ami ugye az egész nappalival teljes egészében nyitott. Addig a két szoba, amit használunk, egyikben alszunk, ami a fürdőszobára, illetve a WC-re nyílik. Bemehetek? Csak szétnézni, hogy mivel Dani közben felszívódott másik ajtón, ami a folyosóra nyílik. Ezeket már a tisztaság, illetve a rendezettség az Reninek köszönhető. Egy kisebb fajta fürdőkát, amivel az ember, hogyha ül, kicsit úgy érzi, mint hogyha még a padlószint alatt lenne. Inkább a másik szobába. Itt tartjuk az összes kajánkat. Minden olyan cuccot, amit felhalmoztunk. Elvileg itt volt annak idején a tévé, de azt áthoztuk, hogy ne legyen útban. És hát körülbelül ennyi. Körülbelül ennyire, Reni, merre vagy? Lent vagy a konyhában? Oké, okay. Akkor mindjárt nem megyek, még annyit bekukkantunk. Már ezt a szobát nem nagyon szoktuk mi nézni, meg ezen egy másik szoba, ami elvileg hát használható. Nem tudom, gyerekszobaként vagy ilyesmi. Van egy pár cucc, de franc se tudja, hogy miért. Szóval ennyi lenne a háznak a túrája, és ezt nem sokára fel is fogjuk tölteni, hogy mindenki láthassa. Szia, Reni!